chi ti ha portato qua? Lui ti ha portato. Ja, laat je gaan. Tele, opa. Fajn, stel me gevaar. Te neem je naar kerst, man. Ja, goed dan. Wat wordt dat hier niet gedaan, hè? Hallo, ik ben hier nog op het Ivano. Ik neem kerst, dat ik aan mijn soort Már többen összejöttünk, mondta, hogy párszor megszólal. Geiger András vagyok. Steven Andrew Geiger, a speaking English and Hungarian, so Italian, sorry, not Alexander. Excuse me. One of them, and they had a film as if Amerikában a Borszországból. És akkor azt tudom, hogy egy Stein editor, aki Mr. Müller, hello, hello. Müller, can I see my sister? Can I see my sister? Még nem kezdődött, csak mivel összejöttek emberek. Mondani. Szóval tartod meg. Igen, gyere, gyere, azt meg, hova üljek? Nem én a Mensch Alapítványnak vagyok az alapítója. I'm the founder of the Mensch Foundation. We started this in Hungary. And I'm continuing in the United States where I spent half my time. Szerintem Magyarországon 15 évvel ezelőtt, és ugyanúgy folytatom Amerikában, hogy elmondom. Bocsánat. Ez egy nagyon kellemes összejövetel a filmvilágnak, amire nagyon büszke vagyok, hogy én Hollywoodban nőttem föl, Brooklyn után, és a Rákóczi után, és nem tudom, hogy ezeket meg a szüleimmel 56-ban. Ez tegnap volt, a cikla haza Ausztriában, Lengyelországban, Oroszországban, nem annyira Magyarországban. Ki a filmből, hiába volt szállt. De nem mondd el senkinek, csak a halálom. Ezt meg is fogadtam, sajnos már. Jött Patikó, ötvenszer, Izraelben, látogatni. Egy oficiális látogatás. Első alkalom, hogy Franciaországból eljött valaki ilyen magas rangon. És körbeviszi, három nap, és egy hosszú idő is pár órás alatt lejárt az egész Izrael elétől. És rázott le, Dávid, vitod egy temetőre, és mutasd egy sírre, és mondd, hogy az is lehet megadás. Megérkeznek a temetőbe, Charles, is szép, ismeretlen katona. Rögtön letérdel a Charles de Gaulle, leveti a kalapját,
magas ember volt, én vagyok 182, a Szilmaritán 185, mondjuk, és az ez lehetett 190 centi, és a nagy testével följön, és látja, és olvassa, Itzhak Cohen, export-import businessman. Hé, Dávid, te hazudsz nekem? Hát azt hittem, hogy becsületes vagy. Hát ez nem egy ismeretlen katona, mi a francok mondsz nekem itt? Ott van az Itzhak Cohen, export-import businessman. Ide figyelj, Charles, nyugodj meg, az egész országban Itzhak Cohen ismerte, mint export-import businessman, mint katona, senki nem ismerte. Természetesen nem a Montreal, de megfogva csajtani. Azt hiszem mindenki itt van. Sötétséget, légy szíves.
esti programunkat a védnökje és a támogatója, alpolgármester úr Bajkai István, Erzsébet város, az én mondom, ahol én diszidáltam gyerekkoromban. Megtiszteltve tartom, hogy megszólaljál István, gyere légy szíves. Szeretnél oda menni? Ahogy neked jó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt megemlékezők, ilyen tisztelt elnök úr, kedves vendégek! Mindenek előtt nagyon köszönöm ezt a meghívást, és ez egy nagy megtiszteltetés a számomra, hogy a MENCS Nemzetközi Alapítvány felkérésére mai napon itt lehetek. Erzsébet város önkormányzata mindig is büszke volt arra, hogy bár a főváros egyik legkisebb, legsűrűbben lakott kerülete, mégis barátságos otthont ad mindenkinek, ezáltal a főváros egyik legszínesebb és egymással jól megférő kultúrák, vallások együttélésének a helyszíne is. Az alapítvány hazai és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő munkát végez oktatási, tudományos és kulturális téren. Köszönjük ezt Geiger András Pálapapa munkájának és személyiségének. Megismétlem ezt, de maga a MENCS szó jiddis elnevezése az igaz embert jelenti. Nem egy óriási megtiszteltetés bárki számára, aki ezt úgymond magáinak mondhatja, vagy akit így nevezze. A mai rendezvény példát mutatott bátorságból, hazaszeretetből és nem kevésbé katonai erényekből. A történelem ezen nagyon híres katonai akciójával Izrael nem csak megakadályozta a közel-keleti holokausztot, hanem Kairótól Damaszkuszig kiszélesítette az ország biztonságos határait. Az Egyiptom, Jordánia, Szíria és Irak által alkotott támadó erők, mintegy 1800 harckocsit, 660 harci repülőt és egy hatalmas haderőt tudott csak magáinak mondani. Ez a háború akkor egy megsemmisítéssel fenyegette Izrael. Amikor Nasser egyiptomi elnök bejelentette, hogy az arab népnek eltökélt szándéka eltörölni Izraelt a föld címéről, mindenkinek világossá kellett váljon, hogy az ordas eszmék ismételten egy egész kultúra, egy egész nép eltörlésére törnek. Az izraeli légierő légitámadást intézett mind a négy ellenséges ország légiereje ellen, a támadásban szinte az egész ország és a teljes légierő részt vett. Az eredmény megsemmisítő volt. Az arab államok teljes légi erejének 75%-a elpusztult egyetlen nap alatt. A megsemmisült 450 gép nagy részét még a kifutópályán elérte a végzete. Izrael 1967. június 5-én a háború első napján a közel-keleti légtér abszolút urává vált. A szárazföldön megindult hatalmas egyiptomi csapatok az emberi történelem egyik legsúlyosabb páncélos csatájában semmisültek meg, ahol több mint 1000 tank vívott sorsdöntő ütközetet a kulcsfontossági miteszorosban. A több órák hosszabb zajló csatánál csak a Kurszki csata volt nagyobb. Nasser így vetette be a szovjetipar akkori egyik büszkeségét, a T-55-ös tankot. Ám ezzel sem tudta megakadályozni, hogy az összehangolt izraeli légi és páncélos erők fölmorzsolják a teljes hadsereget, és elérjék a teljes győzelemet. Az egyiptomi ellenállás ezzel gyakorlatilag megszűnt, és egyiptomi katonák tízezrei adták fel a számukra kilátástalanná vált harcot. Nasser rájött, hogy a harc elveszett, és elfogadta a tűzszünetet. Június 10-én a szíriai csapatok sem bírtak ellenállni, fejlesztve menekültek a harcszerektől, és szombaton este 6 óra 30 perckor hatnapos háború véget ért. Az izraeli haderő által végrehajtott professzionális megelőző csapás
amelynek Izrael 1967-ben az életben maradását köszönhette, most a katonai egyetemek egyik fontos tanára. Az izraeli hadseregben azóta is fontos szabály és erkölcsi hitvallás, hogy nem a fegyver minősége vagy mennyisége a legfontosabb, hanem a mögötte álló ember hite, elkötelezettsége és hazaszeretete. Sok ezer izraeli hazafi maradt örökre a harctéren, de áldozatuk nem volt hiába való. Izrael állam zsidó nép otthona maradhatott, és azóta is erős gazdaságot, toleráns társadalmat hozott létre, és a béke ügyéért azóta is a világon mindig az első között szólal föl, példát mutatva a világ más nemzeteinek. Tudjuk, hogy Izrael küzdelme nem ért véget, és sok feladat áll még előtte, ugyanakkor azt kívánom, hogy ezt a harcot is sikerrel vívják meg, amelyhez minden béke szerető nép a támogatását megadja. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Nagyon köszönöm a lelkes beszédet és jó informát. Ezzel a szavakkal most már te zsidó vagy, és a fogadás után én csinálok manuált. A feleséget is megengedik, ne? Köszönöm szépen. Csak egy rövid mondat, azt nem mondtam, de ez a bizonyos mondás, hogy a fegyverek mögött álló ember szelleme és hite a legfontosabb. Eredetileg egyébként úgy szólt, hogy amikor foglalkoztam, amikor még több idő volt a nagy magasságú repülés történetében, és ilyen most egy picit repültem, hogy fordulóharcban, különösen emelkedésben az akkori csúcs teljesítményű MiG-21-es PF altípus, az jobban teljesített, mint az akkori Mirage 3 CJ típusa. És ebből a mondásból eredett el csak, hogy az a döntő, hogy ki van a kormány mögött, áll a két kormány között, és ebből terjedt ez a mondás. Köszönöm a kormányunk, hát most... Köszönöm szépen! Megtisztelne minket Kántor Rosenfeld Dani, egy imára megemlékezünk azokra a fiatalokra, meg nem fiatalokra, akik meghaltak nem csak a 67-es háborúban, hanem más háborúkban 48 óta. De én még szeretném hozzáadni minden szerencsétlen fiatal, akár melyik oldalon, aki meghalt, megérdemli azt, hogy imádkozunk a lelkéért. Kélmolé, kegyelmes Isten, aki a magasban lakozol, adj örökké tartó nyugodalmat az isteni jelenlét szárnyai alatt, dicsőséged trónja sátrai alatt. Szeretteink az 1967-ben a hatnapos háborúban hősi halált halt izraeli katonák, katonalányok emlékének, kiknek áldott emlékére ma itt vagyunk. Irgalom atya, védőszárnyaid oltalmába fogad be őket örök időkre. Foglald megszenvedett lelküket az örök élet kötelékébe, örök békesség legyen osztályrészük. Isten, te légy lelküknek menedéke és a mi fájó szívünknek vigasztalása. Kinek kezében az élők és a holtak lelke, vedd irgalmadba és oltalmadba a hőseinket. Adja Isten, hogy így legyen, hogy így lehessen, és mondjuk mindannyian erre, amenre. Bye.
fejedet. Sehol hó, vagy ló, mávor, sehol hó, mi spalli, bőját az korász, nincs mószom, Jászti réhem, büszi szerk nófó, lehajlom én. Vöjjé Icraj, Micraj, a hány lesz is mószó, Adaj lajkó, nálószó. Vöjjön óhó, ámiskó, Magyarországon közben el kell, hogy mondjam, hogy mást híreket kaptatok abban az évben. A kommunista világ elég zárkózott volt, és besúgták a kaput Izrael előtt a háború után. Én Los Angelesben voltam akkor második éves egyetemista. Bocsánat. The Muslim nations in the Middle East would not accept Israel's existence since its founding in 1948. They began amassing huge amounts of sophisticated weaponry and lobbying for the implementation of boycotts, divestment, and sanctions against the Jewish state. On the 15th of May 1967, on Israel's Independence Day, a three-week period began, which was one of the most tense and fearful periods in Israel's history. In direct contravention of international agreements, Egyptian leader Gamal Abdel Nasser removed the UN peacekeeping forces and began moving tens of thousands of soldiers and hundreds of tanks into what was the demilitarized Sinai Peninsula towards Israel's southern border. Egypt also blockaded the Straits of Tehran, an open international waterway, which was essentially a declaration of war. Israel turned to the nations of the world, primarily to the United States, for assistance against Egyptian aggression, but somehow all Western countries decided to remain neutral. Very quickly, it became apparent that the promises were all but forgotten. Israel, with 2.5 million Jews, was left alone to face the might of the Arab nations. Egypt, Syria, Jordan, Iraq, and Lebanon formed a military alliance and began moving forces into Jordan towards Israel's borders.
When the Arab countries realized that the world had abandoned Israel, many other Muslim countries were openly calling for the destruction of Israel. The will and means to murder millions of Jews were evident. Top IDF commanders expressed their concerns at the high price Israel was liable to pay in a war with the Arab world. Some military experts projected a toll between 20 and 100,000 lives. Israel prepared cemeteries all over the country, ready to accommodate many expected victims. Massive parks were prepared in Jerusalem, Tel Aviv, and other cities in case the cemeteries would have no more space. World governments, instead of defending Israel's right to exist, warned Israel continuously not to attack. However, the people of Israel had no choice but to go to war to defend their country in their very existence. At 7:15 a.m. on June 5th, 1967, the IDF launched Operation Moked Focus. Almost the entire Israeli Air Force was dispatched in a daring mission. Only 12 planes stayed behind. The risk of this operation was extraordinary, as the fighter pilots flew at an unprecedented low altitude of less than 20 meters above the ground. Egypt had the most advanced ground-air missile defense systems in the Middle East. Most of the Israeli jets were old and outdated French planes. If the Israeli jets would have been detected, many would have fallen, and Israel would have been left with practically no air force. And then, a miracle occurred. The most advanced Russian MiG jets that patrolled the airspace along the borders between Egypt and Israel were, for that one critical hour, grounded. Incredibly, at that very same time, the top commanders of Egypt, Jordan, and Iraq flew together to observe the Egyptian forces invading Sinai. The Egyptian officers had ordered all anti-aircraft units not to fire unless given a direct order as long as they were in flight. This created total confusion on the Egyptian ground as Israel struck exactly in that window of time. By 7:45 a.m., the high hand of Providence resulted in the Israeli Air Force reaching all the Egyptian airfields without even one plane being detected. More than 200 Egyptian planes, almost half of Egypt's fleets, were almost instantaneously destroyed, also bombing the runways and making impotent the mightiest air force in the Middle East. General Moti Hod, commander of the Air Force, said, "In my wildest dreams, I never would have conceived of such an incredible success." A second wave of Israeli jets were directed to Cairo to confront the remains of the Egyptian Air Force. And here, another miracle occurred, no less miraculous than the first. Even though Israel had lost the element of surprise and the anti-aircraft systems were operating with full capacity, Egypt was only able to hit one Israeli plane. The Israeli Air Force went on to destroy a total of more than 300 Egyptian planes, and every airfield in Egypt was neutralized. It was nothing less than a military miracle, seemingly impossible. And then, another miracle occurred. It was as if God hardened the heart of the Egyptian President Nasser, who continuously gloated about his glorious military victory over Israel. In the Arab media, President Nasser spoke of the end of Israel's air force and of the Egyptian tanks on their way to Jerusalem. Jordan, Syria, and Iraq believed these bombastic statements and wanted to join in the great victory against the Jews. All the Arab air power struck simultaneously on multiple fronts. In almost any other scenario, Israel would not have been able to respond as quickly as it did. The timing was seemingly orchestrated to position Israeli jets exactly where they should be, not in 6 days, but in 6 hours, the war was won. A biblical prophecy comes to pass as the forces of Israel sweep on in an astonishing triumph of strategy. After achieving air supremacy, her forces thrust like an avenging sword at the very heart of Arab self-confidence. And then, perhaps, the greatest miracle of all, a miracle Israel never expected, Jerusalem. Again, it seemed as though it was a divine appointment in time. Jerusalem was to be restored to the Jewish people after 2,000 years.
twice as many soldiers as we did, three times as many planes, four times as many tanks. The odds were stacked against us on every military front. The love of Israel, self-sacrifice, and courage of the Israeli soldiers, combined with divine guidance and assistance, made these miracles possible. Yitzhak Rabin, then Minister of Defense, was given the honor of giving the war its name. He chose the Six-Day War, we're calling the 6 days of creation, as Israel too was created with the liberation of Jerusalem. As the center of gravity of the Jewish people has now returned to the land of our fathers, the Torah center of the world has once again returned to Jerusalem. The chief rabbinate of the state of Israel has established the 28th of Iyar, a day of Hallel and Hodayah, praise and thanks for the salvation of our people and the liberation and return of our capital, Jerusalem. Jews in Israel and in every country in which they reside come together in prayer and celebration. Similar to Hanukkah and Purim, it sometimes takes many years for the miracles to be fully recognized and celebrated. The Mizrahi World Movement is involved in massive community-wide celebrations across the globe, from London to Los Angeles, from Melbourne to Johannesburg to Chicago and Toronto. For 2,000 years, our hope never died. Our faith as a people never wavered. Wherever Jews were and whenever they prayed facing Jerusalem. Whatever happened the night before, whether it was the Crusades, the Inquisition, Muslim oppression, or Nazis in Germany, the next morning a Jew would wake up, dust himself off, put on his tallit, face Jerusalem, and pray to come home, knowing somehow, some way, God would bring us back. This is our greatest celebration. To be alive in this generation where the prayers of our fathers and mothers have finally been answered, to be alive and to take part in Jewish destiny, to experience miracles of divine providence, bayamim ha'hem bazman hazeh, like in those days, but in our time. Jeruzsálemi dar csokrotát nyújtsunk a szabadszón klezmerben, de fogadják szeretettel, La Jerusalem lesz az első dal, Jeruzsálem, te érted, mindig szól egy dal a szívünkben. La Jeruzsálem, felfogott ráírra, Orvadas jár, thank you.
már akkor ezt nem nagyon tudtuk, hát ha tudtuk volna, szeretett volna mondani, ugye Kelet-Európában, de utólagos történet kutatások azt mutatják, hogy meglehetősen a szovjet diplomáciának egyre szerepe volt, mert bizonyos téves információkat adott készülő izraeli támadásokról a szíriaiaknak, akik egyből ugye hát nagyobb államhoz fordulván Egyiptomnak ezt mutatták, úgyhogy a ottani feszültség, ami nagyon a szíriai határon nagyon erős volt, két okból is. Először is, hogy a Jordánnak a forrásait, a Bányász patakot, meg ezeket, amik hát ugye táplálták Izraelnek a vízellátását, azt duzzasztó művekkel a szíriaiakat elmegpróbálták elvezetni, és miután abban nem elégedtek meg, hogy az izraelek majd esetleg szomjan halnak, valami közelebbi használók is gondoltak, ezért a Golán fennsík alával lőtték, vagy 1000 méter magas ilyen fennsík, államítás stratégiai nagyon jó helyzet, állandóan lőtték a kibucokat, illetve az izraeli termőföldeket. Egy nagyon rossz helyzet alakult ki. Most az egyiptomiak, tehát az esetleges izraeli válaszcsapás megelőzendő, a Szinai részterén csapatokat összpontosítottak, ahol az 57-es egyezmény, az 56-os háború után, meg ugyanakkor, amikor ugye itt harcok voltak, ott is folyt háború, ugye, csak akkor még mással voltuk elfoglalva, nem nagyon figyeltünk arra, de hát a Szinai részterén az izraeli csapatok elfoglalták, és aztán úgy ürítették ki, hogy különböző ilyen ENSZ csapatok helyezkedtek el, illetve hát Nasser megint megfogadta, hogy a Eilatba a hajózás engedni fogja, tehát nem zárja le a csapatai, illetve a Eilati szoros. És Nasser egész egyszerűen kérte az utam ENSZ főtitkát, hogy vonják ki a ENSZ megfigyelőket, ENSZ csapatokat, 3400-an voltak, és meg kell mondani, talán az egész háború mentőnk volna sorra egy kicsit kemények, hogy utam tervnek magadon már engedelmeskedett, úgyhogy az egyiptomi divíziók az izraeli határon sorakoztak föl, és hát nagyon kellemetlen volt, mert a jordániaiak, és a kedvi Kuszai nem nagyon volt jó a Nasserrel, de ő is a hadseregét egyiptomi irányítás alá helyezte, úgyhogy egy ilyen frontális támadás, ami nagyon veszélyes lett volna, különösen a jordániai szakaszon, Fársabánál, ugye Fársaba partja, az 15 km széles Izrael, ugye, tehát egyetlen egy erőteljes rohammal ketté lehetett volna az országot vágni. Úgyhogy a feltétlenül megelőző csapásra volt szükség. Egy meg kell mondani, hogy Lévi Eskol, akit láttunk, ugye a miniszter meglehetősen habozott, nem nagyon akarta ezt, de a tömegek tüntetéseken a 56-os háborúnak a győztesét Moshe Dayan követelték, és ő lett a főparancsnok, és akkor már látni való volt, hogy így bizony előbb-utóbb megoldás lesz. Hát jött is a megoldás, ahogy ennek hallottunk, ugye a légi erő hozta meg, mégpedig június 5-én reggel 8 órakor 10 egyiptomi repülőtérrel elintéztek csapást, ez a külön 10 csapásnak a később lenyomata. Szenzációs sikerrel 298 repülőt megsemmisítettek, és azért nem hajnalba támadtak, mert 8 órakor, ugye hát hadseregekben ez mindenütt úgy van, hogy a szabályzat van, 8 órakor reggeliztek a pilóták, tehát nem voltak a gépek mellett, még ha gyorsan meg akarták volna közelíteni is, és azután már, megették a legváros kenyerüket és megítják a teájukat, azután már nem volt mihez menni, mert a gépek nagy részt megsemmisítettek. Később ez megismétlődött Szíria és Jordániában is, és azután hát kezdődtek a harcok, ugye a hatalmas páncélos csata, a világon az addig legnagyobb páncélos csata ezer tankkal, ez ott volt a Szinai-félszigeten, nagyobb volt, mint az addig legnagyobbnak tartott Kurszkij között 1943-ban, ugye? 11 csapatok minden fényes, fölényes győzelmeket adattak, ebben része volt a csodálatos harci szellemnek, mert kevesebben volt, nem csak az emberek, a katonák voltak kevesebben, hanem előtt hallottunk, ugye a régi erő, tehát a repülő tankok száma, és jóval kevesebb volt az ötöveleknek, de ezt pótolták, hatalmas bátorsággal, hűségességgel. Hát például, csak annyit árulhatnánk előről például, hogy az izraeli hadseregben nem nagyon használatos az a vezérszó, hogy előre, hanem azt kell mondani, hogy Aharei utána. Viszont azt kell, hogy Aharei utána. Tehát általában megkövetelik, és általában az elesetek között a tiszteknek az arányszáma sokkal nagyobb arányszámú, mint az összhatonáknak, ami egyéb hadseregében teljesen fordítva szokott lenni. Az ottani győzelmeket, követte aztán Jordánia, aki beavatkozott, mert azt kérdezette, azt mondta, amikor már teljesen megsemmisült a légi ereje, és hát a
csapatai helyvesztettek, rohantak a szilánykészéket, és jöttek a visszafelé, a fényképek tanulságosan egy bakancsaikat és a homokba hajtva, hogy könnyebben tudjanak futni. Ennek ellenére azt mondtam, hogy Tel Aviv előtt állnak is nagyszerű offenzíva, úgyhogy Hussein se akart kimaradni ebből a veletek győztes háborúból, és elindította az arab légiót, amelyik angol képzés alatt, hát 58-ig a Glapasa volt a parancsnoka, ennek angol parancsnoka volt, és az egyik legerősebb közel-keleti hadsereg volt, Berlinokból álló nagyon erős harci szellemű. És hát miután ők körülbelül 5-6 órán át Jeruzsálemben lőtték, meg ágyúzták a városnak a nyugati izraeli felét, és a másik is tüzet nyitottak, akkor rendültek csak az izraeliek hát támadásra, visszanozták a tüzet, és igazi nagy harcok, Jeruzsálemben éjszaka voltak, az izraeli hadsereg, a létszám fölé kiegyenlítendő, speciális kiképzést kapnak az éjszaka harcra, ez azért érdekes, az arab vallásokból sajnál harcolnak éjszaka. Úgyhogy tehát ennek ellenére hatalmas áldozatokat kellett hozni. Két olyan századról is tudunk az izraeli hadseregbe, ahol az egyikből három, a másikból négy maradt meg. Nem jelent ez lényi haltam, hogy mennyi maradt sértetlen. Többek sebesültek voltak, hogy valamiképpen. Úgyhogy nem akartak ugye óvárosba a szentélyeket. Felkérdésünkre dr. Rabbi, Dr. Rabbi úr, Schoenherr Alfred, fogja mondani a lapállás. Professzor, de nem docens. Ez mutatja, csak már 8 éves koromban elmentem minden, nem tudom ezeket a szavakat. Szeminarista korunkban minden péntek este a rabbi jelölteknek drúsát kellett tartaniuk. Benosovszki, a volt budai főrabbi, időnként Svejcer József, a későbbi országos főrabbi, és nagy ritkán Seiber Sándor, a 20. század talán legnagyobb magyar rabbija, előre meghallgatta a beszédünket. Ők igazán tudták, mit szabad kimondani, mi nem mindig mertük szavakba önteni azt, amit gondoltunk, amit éreztünk. Kivéve Iván, a Berlibán. Kicsit kopott reverendájában, kócos hajjal, jellegzetes, fekete-keretes szemüveggel, izzó tekintetével jelenség volt a szószéken. Érces hangja nem csak a rabbi képző pici zsinagógáját töltötte be. Mások is meghallották, amit mondott. Olyanok is, akiknek maliciózus gunnyal azt mondhatnám, nem a szent iratok tanulása volt az elsődleges céljuk. Valami más. No comment. Mószerolás? Bűnbak keresés, kreált vádakhoz ideális alany. Iván ilyen célpont volt, majd áldozat. Amit gondolt, azt kimondta. Nem szépített, nem köntörfalazott. Őszintén, elegánsan, sok-sok humorral, de soha nem bántóan. A hatnapos háborút követően ő kimondta azt, amit mi csak a családban mertünk egymás között. Ő a zsinagóga népének is egyértelműen fogalmazott, és emiatt meghurcolták, megrábalmazták, börtönbe zárták, de meg nem törték. Az első volt, aki a háború és az 56 utáni társaságát szervezett budapesti zsidó fiatalságokat személyesen fogta körül, amíg a hatalom meg nem törte pályáját. Seiber Sándor professzornak az egyik legcsillogóbb tudású tanítványa volt, soha nem avatták rabivá, az akkori rezsim nem engedte be Ivánt rabivá válni. Habár ő volt a mi rabink, ő volt a mi mesterünk.
Magyarországnak megszervezéséért a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztjét kapta. Az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen úgy éreztük, hogy talán némi elégtétel meghívtuk tanítani, és az egyetemünk docense lett. Jelenléte, tudása, hitelessége predesztinálta az oktatói kultúrusra. Tudása lenyűgöző volt. Vibrálóan érdekes előadó, következő az 1100 éves együttélés civil tudományos konferencia szervezője volt. Tudományos publikációból a magyar zsidó exlibrisek, Karéti Frigyes kritikus arcéle, Vázsonyi az igaz demokrata, a zsidóság helyzete a Vegyesházi királyi korában című dolgozatát emelném ki. Amikor a család felkért arra, hogy Ivánt rabiként búcsúztassam, akkor Gyuri az én kedves és szeretett barátom, szabadjam így mondani, elmondta nekem azt a családi fohászt, vagy családi imát, amit minden év egyszer szépen este elmondtak. És amikor őt az Andrásnak javasolta a kitüntetése, akkor engedelmetekkel ezt a pár sort szeretném felolvasni. Így hangzott Berék családi imája. Thank you for the world to sleep. Thank you for the food we eat. Thank you for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Thank you, thank you, thank you. Gyuri, te is gyere föl egyébként. Ahogy elmondtam az előbb, nagyon sajnálom, hogy fogd ezt nekem létre. Nagyon sajnálom, hogy nem jutott eszembe korábban, de őszinte szívvel fogadd el ezt a kitüntetést, amit én meg az alapítvány gondolja, hogy az a szó, hogy ments, az kedves férjednek és boldogult apukádnak volt koinolva, nem több. Mensch for all seasons. Nagyon nehéz helyzetbe hoztak, mert készültem arra, hogy ugye beszédet fogok mondani, de arra nem készültem fel, hogy a főrabbi úr, de nekünk csak Schöner Frédi, és csak Landesmann Gyuri, mert nálunk otthon mindig tele volt rabbival a ház. Azért nehéz, mert készültem arra, hogy nem fogok sírni. Az András még nem így ismer engem, mert mondta, hogy beszéljél, mert te mindig jól beszélsz érthetően, és nem utolsó sorban van veleje, amit mondasz. Nem tudta, hogy az apámról nagyon nehezen tudok beszélni. De megkísérlek. Amúgy ezt is tőle örököltem. Az első szó a köszöneté. A köszöneté a Nemzetközi Ments Alapítványnak, Geiger Andrásnak, hogy beszélhetek róla, hogy megemlékezhetünk róla, mert nagyon sokat adott. És nagyon keveset kapott úgy az élettől, ahogy megillette volna. A rabbi szó az nem zsidó pap, hanem vallási tanító. A papok kohaniták, ő levita volt. A levita az szolgálja. A rabbi viszont tanító. Hogy lehet tanítani és szolgálni egyben?
a legkönnyebb, mert a tanítás a szolgálat. Azt gondolom, hogy ebben volt ő különleges. Jól palástolta ugyan, de attól függetlenül hiú ember volt. Nagyon fontos volt neki a megbecsülés. Jól esett neki az 50 éves megemlékezés, hogy Göncz Árpád neki Árpi bácsi volt, hogy Schweitzer József tanító, Sejber Sándor tanító, atya jó barátja, és ebből Sejber már ugye nem élt, de Göncz Árpád, Schweitzer József, Mencs díjazott. Nagyon jól esett volna, hogyha tudja, hogy ő ebbe a klubba került, ahol tomlantosok, és most már Koltai Lajosok, Szakcsi Lakatosok kerülnek be. Fantasztikus egyéniségek, mint ahogy az édesapám is az volt. Azért nehéz még egyszer visszatérni ahhoz, hogy ne meghatódva beszéljek róla, mert amit a magyar zsidósága, az újjáélet zsidóság, amit legigazából Sejber Sándor fémjelzett, megbecsülte addig, ameddig megbecsülhette, ameddig a politika engedte, és például ki is gyűjtöttem egy megemlékezést, a Kertész Péter Könyvek Hídje emlékfüzér Sejber Sándor című könyvéből idézett. Egyszer azt mondta Sejber, ha külföldiek jönnek, megmutatok nekik mindent. Ez a rabbi képző könyvtára, ez a sinagóga, ez a tízterem, ez a fiatal urak a rabbi képző hallgatói, és van nekünk egy berhívánunk itt. Ez azért nehéz így elmondanom, mert a halálos ágyám után mondtam el még utoljára, hogy emlékezzen arra, hogy mennyire tisztelték. Ő egy olyan kontinuitása ennek a szellemiségnek, egy olyan közösségformáló ereje volt, aki miatt itt ültek, azok a barátai, azok a szerettei, azok az ismerősei. És az egyik legszerencsésebb, én meg a nővérem vagyunk, mert mi minden nap kaptunk tanítást. Van, aki csak egy mondatot kapott innen, és mégis itt ül, van, aki nem is itt ül, de azt mondja, felhív engem, hogy Gyuri, mondd el az anyának, mondd el Áginak, hogy igazolva vagyok. Igazoltam vagyok hiányzó, igazoltam vagyok távol, mert ő itt szeretett volna lenni, mert ő ennyi embernek adott. Nagyon köszönöm az utolsó éveiben azt a gesztust, hogy ő taníthatott. Nagyon nagyra becsülte, nagyon örült neki, hogy olyan embereket tanított, akik a Benjamin óvodába tanították tovább a fiaimat, és ugyanazt a Jónás könyvét, és annak az ő konklúzióját adták tovább a fiamnak, ami az ő elvei voltak. És ezt visszahallotta a családi ebédnél, ezek a nagyon nagy dolgok, ezek, amik tovább sarkalnak minket arra, hogy dolgozzunk. Én azt gondolom, hogy ezért állok itt is, mert mondjuk ki, nagyon örülök az András és a felkérésének és a kuratórium felkérésének, de én azt gondolom, hogy ha nem találkozunk ezelőtt pár héttel, hónappal, és nem erősödik meg benned, hogy igen, volt egy Berriván, akire én emlékszem, hogy ő akkor mit élt át, és én még az óceánon túlról is emlékszem rá, akkor most nem állunk itt. A másik, ami nagyon érdekes, amit kigyűjtöttem, ugye az egyik, hogy van egy Berivánunk is, aki végül is nem teljesedett be, legalábbis olyan tekintetben nem teljesedett be, mint az előbb a Frédi is elmondta, ami predesztinálta volna arra, hogy a sejberi úton haladjon tovább. Az pedig egy nagyon érdekes dolog, ez a Landesmann Gyuri, aki szintén országos főrabbi volt a Dohány templomnak a főrabbija, és ő most már Kanadában van. Nem tudott eljönni a fiam bár micvójára, ugye vannak közöttünk nem zsidók is, bizonyára aki nem tudja, a bár micvó az a férfi avatás.
amit nagyon-nagyon komolyan veszünk, mi zsidók, olyan tekintetben, hogy onnantól kezdve hivatalosan ő egyedül felel minden tettéért. Ez mivel zsidók is vagyunk és szeretünk ünnepelni, az akkor nagyon jó volt ebben. Nagyon nagy ünnepséggel készültünk a bar micvóra most a fiamnak, és 87. október 17-én immárom 30 esztendeje az enyém volt. Az én bar micvómnak a szövegét a Landesmann Gyuri elküldte, mert még nincs egy év, hogy az én nagyobbik fiamnak volt a férfi vallatása, hogy elküldte azt a szöveget, hogy talán még a Dominiknak is mond valamit. Nem tudta, hogy nekem azok a szavak a fülemben csengtek egész életemben, de nagyon érdekes egy része, mert az az édesapámról szól, és közben a zsidóságról is. Ezt szeretném megosztani itt a nagy plénummal. Amit az imént elmondtam, hamar felejthető lenne, és ez a lecke nem állna készen, hogyha nem lenne melletted a családod. Szüleid és nagyszüleid egyaránt. Édesapád, kivel egy pantban ülve szívtuk magunkba a zsidó tudományokat, olyan biztos alapot nyújt neked, melyre ha már hasonlatot használunk, nem földszintes házat, de felhőkarcolót építhetsz. Az apák kötelessége a fiak tanítása. Tőle megtanulhatod a zsidóságot örömmel szolgálni, nem csak vállalni. Tanításainkban elmélyülni, és mindazt belecsempészni gondolkodásmódunkba. Igazságot hirdetni tiszta szándékkal, akkor is, ha időnként szenvedéssel, sőt meghurcoltatással jár. Csak hinni kell az igaz tanításainkban. Tanításaink igazában. Legyél te is közösségi ember, egyforma intenzitással tud családért, szűkebb és tágabb közösségedért áldozatokra kész lenni. Egyszer vándorútra ment egy mester, és tanítvány is elkísérte. A tanítvány észrevett a homokban egy darab parazsat, és abban a hiszemben, hogy drága követ lát, utána kapva megégette kezét. Nem sokkal később egy csillogó drága kő feküdt előttünk a porban, de abban a hiszemben, hogy ismét megégeti magát, nem mert a tanítvány felé nyúlni. De a mester szólt hozzá, vedd fel, hisz ez drága kő. Ilyen biztos kezű és szemű mester édesapád is. Ő számára minden zsidó hagyománynak értéke van, és minden emberi értéknek becsülete. Köszönöm, hogy meghallgattam. Eljöttek a kegyetlen évek, a
házmesterné mindenkit feldobott. Egy nagy lakásra volt szüksége, s a nagyapa csak hallgatott. Azt mondta, viszont elvon cvanci, és kölyökösen pislogott. Még liczot fel kell vennem, most a serif csillagot. Elvitték a fűszeres korstent, a szeletanár fejpanót. A házban ő volt a legjobb fej, és fejszt a legrégibb lakó. Vitték címmel mondt az első, és két lányán katott a tizán. Az irodal már kardos eltűnt, pedig ő katolizált. A vonatok indulnak, ha a jó napok elmúlnak, hideg helyeken szágulva árultam, akárhova vissza. I dare to say that the person who directed this is not a mensch. Challenge-olom azt, hogy mondja, aki ezt rendezte, az nem egy mens. Koltai Lajos volt, aki ezt rendezte. És most megtisztel minket egy másik rendező, akit a nevét mindenki ismeri. És itt a fölkérésemre Szabó István. Mi egymás között is csak halkan váltottunk egy-egy szükséges mondatot. Megszületett közöttünk az a csend, figyelem, egymás tekintetéből olvasó közösség, ami megadja a lehetőségét annak, hogy mindenki a lehető legtöbbet adja magából a közösbe, a filmbe. Ez a 40 nap a Bizalom című filmért alapozta meg a bizalmat közöttünk, ami azóta tart. Koltai tehát csendes, halkszavú, de hát ez nem elég. A képalkotáshoz tehetség is kell. A filmkamera azt fényképezi, ami elé kerül, vagy elé tesznek. Ez mindig egy-egy darab valóság. Ott van, különben nem lehetne lefényképezni. De ebből a valóság darabból ki kell emelni keretbe kell zárni a lényeget, ami a valóságból igazságá válhat. Mit emelek ki? Mi van a képen? Milyen értéket képvisel a kompozíció? Milyen szín kerül, milyen szín mellé, amely kiemel vagy egyensúlyt teremt? Milyen fény esik mire? Ezekre a kérdésekre kell naponta többször pontos, érdekes választ találni, és ami még nehezebb, a válaszokat meg kell valósítani. Nem elég az ötlet, egy szép álom, divatos szóval, vízió, technikai tudás is kell, melyik típusú lámpát hová, mennyire lefedve, milyen fényerővel, hány kelvin fokon, és mindez, hogy
hogy kapcsolódik az előzőkhöz, a következőkhöz. És akkor még nem beszéltem a gondolatról, amit mindezzel ki kell fejezni, a történetről, amit szeretnénk úgy elmesélni, hogy felkeltse és a történet végéig fenntartsa az érdeklődést. Nem volt nehéz megtalálnunk a közös hangot. A jó képek szeretetére, értékeink felismerésére mindkettőnket ugyanaz a remek tanárnő Szőlősi Éva tanított. Az emberi sorsokról, érzelmekről, a világról hasonlóképpen gondolkoztunk, ezt hamar észrevettük, hiszen mindkettőnket rendezésre Máriási Félix tanított. Így hát csak közös célokat kellett találnunk. Mindkettőnket érdekelt az emberi arc, és az arcon megszülető és megváltozó érzelmek, gondolatok. Koltai csodálatos portrékat fényképezett. Mi közelképnek vagy premier plánnak hívjuk a változó érzelmeket, belső energiát megmutató, titkokat hordozó tekintetet is látható arcot. Koltai megtanult mindent Rembrandttól, Tiziántól, Vermeertől, Caravaggiótól, Degastól, a fény minden varázslójától, hogy ő igazi fényíró legyen. Az arcok, amelyek titkait fénnyel megmutatta, vagy ha kellett fénnyel eltitkolta, fénnyel kiemelte, fénnyel beolvasztotta, fénnyel sugárzóvá tette, fénnyel simogatta, jól ismert arcok. Lánsár Ildikó, Andorai Péter, Törőcsik Mari, Glenn Close, Judy Foster, Annette Bening, Mary Streep, Vanessa Redgrave, Harry Keitel, Ray Fiennes, Klaus Maria Brandauer, nem is sorolom tovább, mind olyan fényt kaptak, melyet addig még soha mástól. De kaptak még valamit, valami különöset Koltai Lajostól. Mindig nyugodt és biztató tekintetet. Felvétel előtt a nyitott biztatásét, felvétel után a megnyugtató öröm, ez szép volt, vagy a kétség, bátran még egyszer azért vagyunk itt, tekintetét. Ezt természetesen nem lehet tanulni. Ezzel a türelemmel, nyitottsággal születni kell. Őszintén szólva, mi sem beszélgettünk az elmúlt 20-30 évben túl sokat filmkészítés közben. Csak egymásra nézünk, és a másik tekintetéből pontosan tudjuk a véleményét. Fölösleges is beszélgetni, főleg mások előtt. Koltai Lajos az utóbbi időben kedvet kapott a rendezésre. Gondolom az önök által adományozott kitüntetés a sorstalanság rendezőjének is szól. A felkérést Kertész Imre regényének megfilmesítésére nem feladatnak, kötelességnek tartotta. A holokauszt nem egy regény gonosz meséje. Megtörtént. Goethe, Schiller, Wagner, Humboldt népe követte el más európai kultúrnépek támogatásával. A gázkamrákat, mint végső megoldást kiagyaló Vanzéi konferencia hosszú tárgyalóasztala körül csupa jó nevű egyetemen végzett, doktorral kezdődő nevű ember találta ki. A gonosz, a mások átkozása, a másságtól való félelem, az irigység, a bosszúvágy bennünk van. Csak ügyesen fel kell ébreszteni, és célt irányt szabni a gyűlöletnek. A táborokat aztán lerombolták. De a romok megvannak. Auschwitz ma ugyanúgy turisták által fényképezhető emléke az emberi történelemnek, mint az Akropolis vagy a római Kolosszeum. Koltai Lajos hívő keresztény ember. Meggyőződése, hogy a pusztítás, a rombolás, a gyilkolás az isteni teremtés ellentéte. Ezért Auschwitz a kereszténység tagadásának szimbóluma. Isteni tagadás. Ez a gondolat vezette a kameráját. És most még valamit el kell mondanom meggyőződésem szerint,
csak magánemberként. Koltai Lajos eredményes munkájának tehetsége, nyitottsága, felkészültsége, rendíthetetlen nyugalma mellett van egy nem nagyon ismert eleme is. És ez Kati, Koltai felesége, akiből árad az a megértés, türelmes elfogadási készség, a biztos háttér, ami lehetővé teszi, hogy valaki néha semmi mással, csak a szenvedélyesen szeretett munkájával foglalkozzon. Köszönöm, hogy meghallgattak, Koltai Lajosnak gratulálok a kitüntetéshez, és önöknek azért gratulálok, hogy őt választották. Hallották ezt, amit mondok? Majd ha szóhoz jutok, akkor én próbálok olyan embereket találni, és szerintem sikeres vagyok, ha semmi másba, akik, mikor a mencsdíjat kiadom, és ladának vagy, azok tudom, hogy szintén mencsek. Szóval. Én utána, tudom, hogy van ez a becenevet, a Szucsi. Szucsi? Szucsi. Nem tudom, honnan kaptál ezt a becenevet. Apám. Tényleg? Uh-huh. És miért? Szucsi Sutyerek. De miért? Hát úgy rámondta, hogy te egy Szucsi Sutyerek, én kicsi voltam. Tényleg? Lajos, Mensch for all seasons. Nem tudom tényleg semmit hozzáadni jóformán, amit István vagy Pista elmondott. De tényleg én is egy unokája vagyok valakinek, akit nem ismertem, aki alsőzben maradt. És nagypapám, apai nagypapám és nagyomám és apámnak a két testvére is. És ez a fájdalom szerintem, mint második generáció, nem múlik el. Még 69 évesen sem. Ami történt velünk, mint zsidók, nem csak Magyarországon, hanem Európában. Meg mai napig is nagyon szép, nem zsidózni, hanem csak mondjuk, hogy Izrael. Izrael ilyen, meg Izrael olyan. Kódnevek. Az, hogy te ilyen filmeket csinálsz, úgy, ahogy mondta Pista, jólelkűen, és mélyen a hittedből és a személyiségből, nem csak ez a film, a Fisto, a Sunshine, de egész hobbala van. Ez mutatja, hogy van remény. Hobbala van. Ez az apátokat. I'll translate this, bocsánat. I know, I understand. You're going to speak Hungarian soon. The films that Lajos participated in, including directing this one, shows his deep commitment to remembrance of what happens in the Holocaust. This is why I wanted you to be here today, because these gentlemen are filming another Holocaust movie. And sometimes I hear echoes, echokat, mi az echo? Visszhangot. Hallok visszhangokat. Oh! Már elegem van, hogy hallani a holokausztról, meg erről, meg arról. Tudod mit? Soha nem lesz elég. Addig nem lesz elég, még valaki nem hagyják abba, hogy zsidóznak, vagyis cigányoznak, vagy buziznak, vagy akármiznek. Nem lehet akármizni. Minden embert ugyanúgy kell tisztelni, mint a másikat. Nőt, férfit, minden nemű. Ez egy normális dolog nekem, de ez kellene, hogy normális legyen mindenkinek.
és ezen kell törekedni mindannyiunknak, és ezek a filmek, amit te is, meg a Pista csinál, meg ők is, the movies that you do, it's important to reiterate what happened. A történelem csak akkor nem fog megfordulni még egyszer, ha emlékszünk rá, hogy mi történt, és sajnos mindig kell emlékeztetni. Na, eleget pofáztam, most beszéltél. Szia! Szóval nagyon, nagyon köszönöm nektek, mindenkinek, aki veled van, vagy veled dönt. András, ne menj el rólad, Bánc. Mindenesetre köszönöm. Jó. Amit az István elmondott, ez az elképesztő, szóval csak egy testvér tud mondani a másikról. De úgy is beszélt a testvéréről. És úgy is gondoljuk, hogy a mi együtt futásunk egy jó ideje már, ez egészen testvéri, és mindent úgy is osztunk meg egymással, ahogy ez csak testvérek között van. Nem a fele-fele, tudják ezt a viccet, hogy akkor jobb lenne a fele-fele, mondta valaki egy viccben. Ne úgy testvérjesen, inkább legyen fele-fele. Na, de ez csak a vicc. Szóval elképesztő volt, amit az István nagyon pontosan mondta el, a kezdésünket, az együttlétünket, a fontosságunkat, ahogy dolgozunk, és hogy nem csak az a fontos, amit éppen csinálunk, hanem egy nagyon fontos, mind a kettőnk mániája az emberi arc. És ez az emberi arc, aki közvetít, amelyik közvetíti a történetet, hogyha jól választjuk ki. Ebben mániákosak vagyunk mind a ketten, hogyha nem találjuk meg azt az arcot, pontosabban azt a tekintetet, amely közvetíteni tudja a történetet, akkor félreállunk, akkor biztos, hogy mást keresünk, mert ha nem vagyunk képesek eljutatni az üzenetünket, akkor semmit se ért, amit addig csináltunk. De eddig elég jó úton jártunk, és megtaláltuk mindig a megfelelő embert és a megfelelő tekintetet, akik elvitték a világra a gondolatainkat. Elképesztő, szépen foglalt össze mindent, amit nagyon-nagyon-nagyon köszönök neked. És gondolkoztam ezen a díjon a nevén, hogy ments, hogy jár ez nekem, és akkor András azt mondta, hogy azért kapod ezt, mert szeretünk, meg hogy jár neked, meg hogy megérdem. Ez mindegyik jól hangzik. De aztán gondolkoztam, hogy egész életemben, főleg az Istvánnal való házasságkötésünk, ahogy ő már említette, valóban arról szólt, hogy állandóan arról az emberről beszéltünk, aki éppen a történelem szele ellen próbál valamit kezdeni ebben a világban. Mindegyik megpróbálja meglépni a következő lépést, de a szél az fúj, a történelem szele állandóan szembe fúj. És mégis megpróbálunk valahogy állni, megállni, előrelépni, döntéseket hozni, és azt, ami az István mániája velem együtt, a biztonságát megkeresni. Egész életünk ebben az őrületes harcban folyik, hogy megtaláljuk azt az egyetlen biztos pontot, és te most említetted, lehet, hogy ez épp a család, de az biztosan az, hogy valahogyan meg tudjuk lépni a holnapi napot. Szerencsém volt, amikor ezt csak a Kertész Imre, ez a fantasztikus ember ezt csak azt a döntést hozta egy hosszú beszélgetés után, hogy ezt a filmet te fogod rendezni, mert ez az ő döntése volt. Azt kérdezte tőlem, nagyon fontos, hogy miután elmondtam, hogy mit gondolok, azt még mondott egy olyat, és hogy na végre valaki tudja, hogy mit írtam. És akkor elmondta, hogy mit csinálok, és azt mondta, hogy Miskó, mi lesz a linearitás? Itt fogsz kezdeni a linearitással, mint filmen. Ugyanis ez egy lineáris történet, itt kezdődik, és ott van vége. A leépülés történet, nem lehet más csinálni. És akkor mondtam, hogy nincs meleg utca, nekem nem kell a meleg utca, nekem ez a fiú kell, akiben majd bebújok, és megpróbálok belőle kilátni. Pontosabban annyit látni a valóságból, amit ő akart látni és megérteni. Ez az Imre regénye egyébként. És ennek nagyon is akkor állt fel és ment a telefonhoz. Szó szerint így tört, és azt mondta, hogy most felhívom őket, te vagy a rendező, döntött. És ez a fantasztikus történet, amit itt sikerült, és nagyon köszönöm, hogy ez egy általam csinált etűd, ezt kérték tőlem. Az Élet Menete Alapítvány kérte, hogy csinálják a filmből egy etüdöt, amit meg tudnak mutatni már erre a bizonyos született zenére, ami nagyon szép és inspirált. Első kérdés az, hogy inspirál engem, az ember engem inspirált, mert azt mondjam, hogy egyedül otthon, mert először hallottam, akkor hát eléggé küzdködtem azzal, hogy ne sírja. És akkor felhívtam őket, hogy igen, ezt meg fogom csinálni. És nagyon örülök, hogy ez itt van velünk, és itt most mindenki látta. És attól kezdve, amit az István említett, mindig és mindenkor, mind a ketten, és aztán én egyedül is, mindig is emberfilmet csináltunk. Mindig emberfilmet. Tehát, hogyha a mens szót jól értjük az embert, akkor végül is én ezt szolgáltam valójában.
végig egész életemben, mostanáig. És az utolsó filmet, hogy rendeztem Amerikában az estét, az Isten említette a fantasztikus színészeket, mint Claire Danes, Meryl Streep, Glenn Close, Vanessa Redgrave. Egy búcsúról szól, arról szól, hogy amikor meg vége van, akkor hogyan menjünk el innen? Hogyan megyünk el ebből az életből? És azt is nagyon okosan kell megtenni, ha meg tudjuk tenni. Ha vannak olyan emlékeink, amihez vissza lehet menni, és be lehet gyűjteni ebbe az utolsó helyre, mondjuk abba az ágyba, ahol az ember elbúcsúzik az élet. Maga köré, erről szól a film, hogy maga köré gyűjti a létező szépet, ha volt. És azt mondjuk, hogy hát miért végig is csak egy, de csak két gyereket neveltél, és azt mondjuk, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Gondolja végig, két gyereket fölnövel, az egy feladat az egész életre. Akkor már el lehet menni. De hát, ha van még valami, valami szép. És akkor egy esküvő jut az eszébe, ahol beleszeretett egy fiúba. Soha. Mindenki szerelmes volt ebben a fiúba. Senki nem tudta megszerezni. De végig a legfontosabb. Az a fiú volt az életében, és arra emlékezik vissza, és akkor találkoznak a Meryl Streep-vel a végén egy ágyban, az ő, tulajdonképpen az ő halálos ágyán, mert ő elmegy, ő rákos, akkor még egyszer megbeszélik, hogy mi volt ez az egész. És kiderül, hogy tulajdonképpen az a baj, és ezt a Meryl Streep mondja ki nagyon szépen, hogy az a baj, hogy a végén semmi nem számít. Teljesen mindegy, addig. Tehát miután a világ rossz, és ezt most mondani, mondd a saját üzenetemet, mint a világ rossz, és látják minden nap a teret, és nagyon rossz irányba megy. Meg kell próbálni megtalálni a szépet, ha van az emlékeinkben, és begyűjteni, és arról beszélni. Ez volt az egész életem, és nagyon köszönöm. Mindenkinek tudnia kell, aki itt áll mellettem, ez Vittorio Storaro, háromszoros Oscar-díjas opera, a világ legnagyobb barát. És itt van velünk, ő csinálta az Apokalipszis most, ő csinálta a Vöröseget, ő csinálta az utolsó Könnyei Császárt, az utolsó Tangó Párizs, ilyeneket, gondolják meg, hogy ki áll itt mellett. És most csinálja a Rose in Winter, a Joshua Sinclair rendezővel. Joshua, say something in English. Or Hungarian. One thing is important. That this never be forgotten what happened. Ami nagyon fontos, hogy ne legyen ez elfelejtve. And the idea is not to keep repeating the same thing over and over again. Nem az, hogy ugyanazt kell mindig átni. Because we've seen the camps, we've seen the things, we've seen. What we have to show is that the people that went to Auschwitz also had faith, hope, and a great deal of dignity. Azok, akik mentek Auschwitzba. And the worst thing we could do in the movie is to take their dignity away in their death.
Bélának a játszása
az nem az 5% technika és 95% szív. Ezt szerintem ezt mindenki nagyon könnyen átérzi. Kedves új ismerősöm, mert teljesen új ismerősöm, Rüler Péter Szijjártó. Köszönöm, hogy elvállaltad, hogy kollégáról egy pár szót elmondjál. Én köszönöm. Drága barátaim, én nem írtam meg a beszédemet. Annyit tudtam, hogy egy igaz ember dicsérni jövök ma ide. És azok után, amit ma itt hallottam és láttam, azt gondolom, hogy bár szoktak mondani, hogy én a szavak embere vagyok, de hogyha most nem találnék szavakat, akkor önök semmit nem veszít. De fogok, mert akkor öröm, hogy lehetőséget kaptam el, hogy ezt nem fogom kihagyni. Csak emlékeztettem önöket, hogy azért itt ma este minden együtt van, ami lényeges. És szív melegben van együtt, az önök a ti szívetek melegében. Ami fölülír minden. Azt mondta egy Berkeley nevű angol püspök, hogy az alma íze az nem az almában van, és nem is a szájban, hanem a találkozásban. Ez egy csodálatosan ízes együttlét. Igaz ember nekem az, akiben egyensúlyban van ott az egész világ. Aki abban a tudatban, hogy rossz szóval, mert nincs halál. Aki a halandósága tudatában együtt őrzi magában a fentet, a kötelező lentet. Azok után, hogy ezt az estét átvilágította a kegyetlenül titokzatos történelmet és átvilágító értelem, azok után lélekbe térdre estem a Berdüli bátorsága előtt. Mert az érzelem úgy mutatkozott meg, ahogy az esendőségeben is méltóság teljes. A művészi kerekség úgy mutatkozik meg Kortai Lajos és az őt méltató drága tanárom Szabó István jelenlétében, hogy ez nagyon ritka. Viszontagságos életű barátunk Pajor Tamás dala úgy kelt életre a Sors Tamásság segítségével, hogy ez az élet az nagyon ritka, az élők közt is. Hát és hogy ezt sejtettem előre, az én igaz barátom föltette a pontot erre a messzehangzó i betűre. Tehát mondom még egyszer, egy igaz embert jöttem dicsérni. Majd elmondom, hogy mit értek én az alatt, hogy igaz ember. De el kell, hogy mondjak egy pár dolgot Szabcsó Lakatos Béla művésztársamról. Kicsit remegő lábbal szólítom őt így, de hát mert már 10 éve együtt dolgozunk. Az a hihetetlen öröm az osztályrészem, hogy hol duóban, hol egy zenekarban. Én, aki nem tudok zenélni, egyszer csak zenélhetek, szó legmagasabb értelmében.
az történt, hogy a világ egyik legnagyobb zongoristája zongorázott nekünk, mert tud zongorázni. Egy sokkal nagyobb dolog történt, amit én nagyon sokszor átéltem, és mindig egy picit emelkedtem és tanultam, amikor módomban volt. Most kezembe került egy londoni duós koncertünknek a kritikája, amit nem láttam idáig. Valahogy amikor utána néztem, mindent tudok róla, vagy hát legalábbis amit itt forsz, azt nem is akarok tudni, de ami nyilvános és ami tudható, azt tudom. És ott azt írják, hogy Szabcsi Lakatos Béla nem kísér, hanem játszik. Na most a játszik az ugye két értelmű, szóval áll a jó Istennek. Tehát játszik az, azt tud játszani, aki nem ölte meg magában a kisgyereket. Azt tud játszani. És hogy mi az a kisgyerek, amit nem szabad megölni magunkban? Ez egyrészt az ártatlanság, másrészt a mindentudás. Ez minden kisgyerekben együtt van. Pici zárójelbe, hagyj idézem ide, nekem 6 gyerekem van, elég sokat figyelettem a gyerekeket, most az unokámat is. És a Peti fiam egyszer, hát ő 3 éves lehetett, minden előzmény nélkül, nem járt templomban még, nem kapott ilyen direkt vallásos nevelést, semmi ilyesmi. Ketten voltunk otthon, és egy műanyag, ilyen kis dömperben, ez a Legónak van egy nagy változat, az a Dupló, és egy nagy Legókat rakott egymásra, ültem mögötte egy karosszékben, és Peti egyszer csak egy hátra nézett, és azt mondta, hogy apa, ne aggódj, én sziklára építem a váramat. Azt hittem, hogy elájulok. De minden gyerek tudja ezt. Szóval minden gyerek próbálja sziklára építeni a várát. Mi meg felnőttek, leromboljuk, és magunkban is leromboljuk ezt a várépítőt. Nagyon ritka, amikor valaki ezt makacsul és következetesen nem hagyja. Kevés ilyen embert ismerek. Ők az igaz emberek. Rendkívül nyitott embert ismertem meg Szabcsi Lakatos Bélában. A nyitottságnál nincsen fontosabb. Tehát ez technikailag úgy néz ki, hogy a Béla zenéről beszél, akkor elmondja, hogy 4 fajtája van a zenének, 5-et még nem sikerült, fölfedezni a klasszikus, a jazz, a népzene, etno és a pop rock. És hogy átjárás van ezek között, ezt nagyon természetesen mondja, hogy csak az ilyen csodálatot, mert meg is teszi. Ezerszer tapasztalta, fél szóval olyat épít, hogy megrendül az ember tőle. Kitaláltam egy műfajt magamra. Mire azt gondoltam, hogy az vagy nem mi lennénk, ha azt mondanám, hogy napjára most akkor egy szám közepén improvizálj egy kicsit az elejé témára, hanem azt mondtam, a tanár tudja, hogy én is villendezőre terelkedtem, csak elkapottam. Hogy azt mondtam, hogy csináljunk egy olyan koncertet, aminek az a címe, hogy Movies for the Blind. Azaz, hogy hát filmek a vaknak. És tematikus improvizációkat kérek szépen. Egyszer Székesfehérváron egy klubban, egy Risszos pianino, emlékszel, igen. Úgy kezdődött egy koncert, hogy azt mondta, hogy próbál meg eljátszani a cigány zenét, úgy metafizikusan, jól látom, úgy olyan indiánok kezdődik, aztán valahol egy kis poros hegedűvel az úton baktat magában egy vándor hegedűs, és aztán valahogy már asztalnál találja magát, és akkor jön ez a városi cigányzat, és akkor abból nőjön ki a gypsy jazz. Hát ez nem egy jó instrukció, de meg megtörtént. Tehát, pár percben ez a történet, ha behújt az ember a szemét, ha ő volt a blind man, akkor azt ott látta. Ez egy páratlan tudás. Én nagyon-nagyon sok nagyon jó zenésszel dolgoztam.
tartózkodtam, ezt nem láttam senkinél. Tehát nagyon sokan, akik igazán értenek hozzá, azt mondják, hogy Szabcsi Lakatos Béla az egyik, ha nem a legnagyobb improvizatőr, zongorista a világban. Dolgoztunk egy szerzőtársként is, a Szent Iván Végi Álomból írtunk egy műfajban lévő World Musicalnek nevezett darabot. Megint a Béla nem a teljesítmény, hanem a mentalitása volt páratlan. Ez, hogy ő nyitott ember és átjárása van a zene négy főfajtája között, ez ott úgy született meg, hogy ezt senki más nem tudja. Csodálatos zeneszerzők vannak, ezt nem tudja senki más. Nem tudja senki más, mert széthulló eklektika lett volna. Ugye a Szent Iván éjjel a világokat kell összehozni, bufókat, földi mesterembereket, akik a bufordiak, a szerelmesek romantikus földi történetét, bosszúval, féltékenységgel, apai zsarnoksága, és az égiek, a tündérkelenek, és a tündérkelenek történetét. Ez olyan gyönyörűen lett homogén a zenében, hogy kapaszkodnom kell, hogy egyáltalán valami szöveget még tudjak oda írni. Hát sajnos drámában szövegek van az oknak. Amikor azt mondom, hogy Szabcsi Lakatos Béla nyitott ember, azt le tudom vezetni abból, ahogy a zenében nyitott, pontosan ugyanígy nyitott mindenféle emberi viselkedésre, szépségre, gyengeségre. Semmilyen előítéletet soha nem hallottam a szájából. Ítéletet igen, de nem úgy, hogy azért tartja azt, hogy ne ítélő, ne ítéltessél, de egy kis megtisztán és keményen érti. A legnagyobb szabad gondolkodó, akivel találkoztam, zavarba rejtő. Azt hinni az ember, hogy ábrándozik, vagy el van nőve, minden részletet mindig tud. Hihetetlen memóriája van. Tehát most próbáltuk együtt, és olyan az volt, hogy egy nagyon furcsa, komplikált műsort kellett egyben tartani, és hát mindig én vagyok így a felelős ezeké, amikor más formációban dolgozom. És egyszer csak a Béla fejből végigmondta az egész programot, átrendezte, megmondta, hogy mit játszok máshogy, mit hagyjuk ki, úgyhogy azt hittem, hogy csak úgy igazolom rá. Tehát abszolút a helyzet ura, és ehhez képest nagyon nagy dolog, tudja azt, hogy köztünk emberek között is valószínűleg csak egy pár ilyen főfajta van. És a bölcsességgel néz rájuk, hogy azt mondja, hogy nem csak az, hogy az zenék vegyülnek, hanem az is, hogy az ember. Azt mondja, hogy nagyon jó dolog, hogy ami egyre tartozik az összegben, nagy szeretet van benne. Mert fölhívtam a Végén Andris kis barátom. Utolsó pillanat, azt mondta, hogy figyelj, a Béla volt, aki miért is kapja ezt a kitüntetést? Ugye hozzá azt mondta, hogy mondjuk egy életműért, vagy valami konkrét, amit teszek, tehát azért, mert ő a ez egy egészen speciális dolog, azt gondolom, hogy igen, ez ezért jár, és bármiféle kitüntetés, hiszen belőtte van egy pár a Kossuth Viktor, a Krisztiónál, a Prima Bibi. Ezért jár, mert ő Szabcsi Lakatos Béla. Egy olyan igaz ember, abban az értelemben nevezek így, hogy egy nagyon másik kultúrából hozott egy definíciót, abban az értelemben nevezek így, hogy ezt a Lavocsé mondta. Lavocsé azt mondta, az az igaz ember feladata, hogy tanulmányozza a hagyomány, és korának nyelvén továbbadja azt. Tisztán, nettó, ezt teszi az én barátom Szabcsi. Nagyon köszönjük neki, és gratulálom. Tehát én nem akarok sokat beszélni, és
történt a napokban, hogy az Andris mondta, hogy menjek be a klubrádióba, beszélni a hatnapos háborúról, meg egyebekről, meg hogy kapom ezt a kitüntetést.